Schauspieler nach den Kollegen. Isten hozott titeket, máskor is látunk szívesen. Am plăcerea să vernisez în această seară expoziția a doi artiști care sunt de obârșie din Târgu Mureș. Sub denumirea de Rădăcini și Aripi, ei funcționează în Ungaria, Toru Onomario și Cociu István. O să încep cu István pentru că îl cunosc puțin mai bine. Cociu István, numele de artist cu care se confundă foarte bine de altfel, Cociu Fugasu, însemnând într-o veche limbă japoneză frumusețea și eleganța naturii, adierea primăverii, pasăre și lună. S-a născut în Târgu Mureș în anul 1952, absolvent al Liceului de Artă din localitate, mai apoi absolvent al Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj, în anul 1977, secția grafică a profesorului Fest Laszlo, după care funcționează ca profesor de desen la Corunt până în anul 1980. Din 1984 se stabilește în Ungaria, unde trăiește și creează și astăzi. În 1991, împreună cu un grup de artiști majoritari din Ardeal, reînființează societatea MAUMI, de data aceasta în Ungaria. Participare intensă la expoziții de grup în Ardeal și Ungaria, expoziții personale numeroase. Deși a studiat grafica, pe lângă aceasta pictează și creează instalații, performance și happening. Deschis misterului, magiei, psihanalizei, preocupat de cultura din Est, totodată de natură și de interacțiune umane, toate acestea se reflectă în lucrările sale, fie de grafică, pictură sau performance. Motivele des întâlnite în lucrările sale sunt cele populare, dar și multe reprezentări simbolice ale ochiului, ale soarelui, ale seminței și ale molecularului. Instalațiile sale sunt construite din materiale naturale, ideea de bază fiind sănătatea, tot ceea ce este sănătos. Lemnul, cortul, funia, cucuta, bambusul, rafia naturală, calinie, pâinea uscată, sacul din hârtie umflat cu aer. Și mă întorc la numele său de artist. Este un mare iubitor de natură și militant al drepturilor ei. Nu pregetă să le reflecte în lucrările sale, după cum veți constata și dumneavoastră. Bun venit acasă, încă o dată. Cacio, da. Așa. La etaj aveți putea vizita expoziția artistei vizuale Toru Onomario, creatoare de animație la Pannonia Film Studio, absolvent al Liceului de Artă din Târgu Mureș, de origine din județul Arghita, stabilită la Budapesta. Și acum să-l ascultăm pe prietenul nostru, pe care toată lumea știe că este un obișnuit al galeriei noastre, domnul Szücs György, din Ungaria, critic și istoric de artă. Mulțumesc! Kedves kiállítás megnyitó közönség! Nem könnyű erről a kiállításról beszélni, hiszen eleve egy kettős kiállítást, egy kettős tárlatot látunk, Cociu Fugasu, Cociu István kiállítását és élettársát, párját, Toru Onomario művészetét tekinthetjük meg. Rögtön adódik két végpont, a férfi és a nő. És ha végig tekintik a kiállítást, látják, hogy két végpont és a két végpont által meghatározott tengelyek mennyire fontosak ezen a kiállításon. Mondok még két végpontot, a mitosz és a mese. Onomario talán, bár képzőművészként definiálja magát, egy mellékvágányon vagy szívesen vállalt úton a magyar népvességet, a rajzfilmet, az animációt választotta, a mese, amely mindannyiunk gyermekkorában gyökerezik,
de valójában a mítoszból ered. A mítosz egy nagyon régi világban nyúlik, amikor nemzetségek határozták meg magukat, amikor még istenek döntöttek a világ sorsáról, amikor néhány félisten talán segített az első embereknek arra, hogy saját életet, a történelmet éljék meg. Tehát a mítosz és a mese között van a történelem, amelyhez a jelen létünkkel is hozzájárulhatunk. Tehát már rögtön van két tengelyünk, a mítosz, amit leginkább Kacsó István művészete testesít meg, és Anna Máriájé, akinek egyik választott iránya a mese, a hétköznapokba átültetett mítosz. Még egy elemet beemelhetnék, és akkor folytathatnánk ezt a részt, hiszen ezeknek a tengelyeknek a meccéspontjában állunk most is, és tulajdonképpen minden jelentős kiállításon ezeknek a tengelyeknek a meccéspontjában állunk. Mircea Eliade, a világhírű vallás történész, gondolkodó, egyik leghíresebb munkája, nagyon sok nyelven lefordították, a Szent és a Profán. Ő nagyon tárgyilagosan, nagyon mély beleérzéssel beszél arról, hogy valamikor a törzsi világban, az eleinknél, a nagyon kezdeti időszakban, amikor az istenekkel párbeszédet folytattunk, volt a szentség, amikor a szeretkezés, a szexualitás, a táplálkozás, a háború, a szentség, az egységnek volt a része. Napjainkban ezek az elemek megmaradtak, de teljesen lecsupaszodtak a szentségtől, és sokszor öntudatlanul a modern korban, tehát az elmúlt századoktól kezdve, a modern korban öntudatlanul éljük meg a szentségnek a töredékei. Ilyen formán mindannyian vágyunk erre a nagyon régi emlékre, a generációkat megelőző emlékre, amikor még a szent szent volt, a mítosz mítosz volt, és ezeket az elemeket talán leginkább a képzőművészek, a gondolkodók tudják összerakni. Filozófusokat is lehetne idézni, képzőművészek, hasonló gondolkodású képzőművészeket is lehetne idézni, és ilyen formán megteremtődik egy olyan vágyállom, egy emlékezés, egy tudattalan emlékezés, amit jelen kiállításon is megtapasztalhatunk. Ezzel együtt Kacsó Fugeszu, Kacsó István nem ezeket a tengelyeket választotta csupán. Ő a lentet és a föntöt választotta. A világtengelyt választotta a műveiben, az Axis Mundit, amelynek alsó részén vagy a föld alatti részén, mondjuk így hétköznapi szóval a pokol található, és a mennyekben vagy a felső részen egy olyan világ, ahova az emberi lélek, az emberi szellem, a gondolkodó ember vágyik. Ezen a függőleges vertikumon vagy vertikális mozgáson helyezheti el mindenki attól függően, hogy mekkora nyitottságot mutat ezekre a különböző tengelyekre, mennyire akar emlékezni saját előéletére, az emberiség előéletére. Mindenképpen érdekes ezeket a tengelyeket számba venni, és hozzágondolni, hogy Kacsó István és Toró Anna Mária képein milyen irányba a valóság és az emlékezés, a mese, a mítosz, a fennvaló, vagy pedig a földi lét között mozognak ezek a képek, és a képek által sugalt különböző gondolkodásra késztető eleme. Úgy gondolom, hogy nem könnyű a kiállítás, másfelől viszont, hogyha elmélyül az ember és visszajön, nem csak egy kiállítás megnyitó keretében, nagyon sok olyan személyes életpálya mozzanatot, ismétlődéseket, bűnöket, fájdalmakat, szerelmeket tapasztalhat meg, ami egy univerzális dimenzióba kerül, és ilyen módon mindannyiunk létéről is tudósításokat ad, hiszen mindannyiunk ezeket a tudattalatti történéseket és versekbe, irodalomba, zenébe átültetett gondolatokat mindannyian megélhetjük. De hogy ne csak komoly gondolatokról legyen szó, egy másik nagy gondolkodót, Halmas Bélát is szeretném idézni, aki az ateista, a hitetlen korban megírta a Bor filozófiája című remek írását, amelyben a bor folyékony szerelemnek nevezi. Az ékszert, megkristályosodott szerelemnek, a nőket,
pedig szerelem lényeknek definiálja. Ilyen módon ő javaslatot próbál tenni arra, hogy a jelenkor sokszor Sivár életét is átszelemítsük, és talán egy pillanatra a szentség irányába gondolkodjuk. Mivel Ból van az asztalon, én úgy gondolom, hogy mindenki a maga érettségi, illetve emelkedettségi fokának megfelelően élje át a kiállítást egy pohár bor kíséretével. Köszönöm szépen! Kompucina muzika, egy kis zenét. Igen, hát mi úgy kerültünk ide, hogy István szólt, az ismerettségünk az ilyen kötbevész, nagyon régi, különösen Anna Marival, diákkorunkban sokat csavarogtunk, és eredetileg úgy volt, hogy egyet dobolok, aztán átgondoltam, hogy dobolok eleget, most valami saját kapcsolatokat adunk elő Bíró Jenő barátommal, aki csehi lelkész. Az első dob az egy József Attila kis hangulat, párizsi anzis.
saját nóta, egy életérzés arról, ami mindannyiunkat előbb-utóbb ér. Thank you.
csizmám elkopott, jöhetnek újabb századok.
fogunk játszani. A szöveg az 1500-as évekből származik, a dallama az 1700-as évekből. Lehet, hogy lesznek, akik ismerik, és örülnék is, ha ismernék. Az egész fohászban magyar népünknek a történelme benne lesz, és így hallgassuk. Keserves szívvel Magyarország! Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. A nagy síralmat kint krónikások megírtak hazánk. Emlékezzél meg hatalmas Isten nyomorúságunkról. Tekints mire jár, segíts ki már, mi nagy romlásunk. Mert örökségünk tőlünk fordul a bogány nemzetségre. Mi lakóhelyünk száll a mi rólunk idegen népekre. Édesanyáktól immár megváltunk, árvaságra jutunk. Kik mi közülünk régen kimúltak Pireán szállán. Keresztényeknek lakóhelyei úgy elpusztultanak, hogy van a bókák, hamis tanítók, most így már ott lak. Bíró Jenő, Csejdi lelkész barátom és Hána László vagyok. Nagyon szépen meg szeretném köszönni Mánábuk úrnak, hogy meghívott, Szőcs úrnak, hogy meghívott a kiállítást, Laciéknak, hogy zenéltek, a családnak, hogy itt lehetünk, és mindannyiatoknak köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Aki nem siet, nagyon maradjon itt még egy pohár borra, egy kis beszélgetésre, nagyon ritkán jön össze ilyen alkalom, amikor együtt lehetünk. Nem is tudom, hogy...